Népszerű a dinnye a piacon. A jó terméket sokak szerint nem könnyű kiválasztani, azonban akadnak olyan ismertetőjegyek, amelyek segíthetnek a válogatásban. Ez a vásárló például egy bolgár parasztól tanulta meg korábban a trükköket. Bariton hangja van, és nem kong. Ez azt jelenti, hogy éretnek tűnik, és nem apat még. Itt van a virágja, ami picire össze van húzódva, és egy szép sárga folt, ami azt mutatja, hogy ez már érett dinnye. Itt lehet látni, ha ezt most levágnánk késsel, akkor egy fehér pöttynek kellene ott lenni, de látszik, hogy kicsit száraz, de az nem olyan nagy baj, mert a dinnye az nem veszít a víztartalmából. És a másik a körmit, az ember ha beleereszti, akkor a zöldön átmegy, de a fehéren nem. A piacon egész, félbe és negyedbe vágott dinnyék közül is lehet kérni, melyek leginkább kiváló szomjoltú hatásukról híresek, ezért népszerűek a vásárlók körében. A tudatos és egészséges táplálkozás részeként is jól alkalmazható, hiszen rengeteg pozitív élettani hatása van a gyümölcsnek. Ez a pár is ezen okokból szerez be hetente kisebb-nagyobb mennyiséget. Kellemes az íze, nagyon sok a víztartalma, nem is hízlal, egészséges, vesét is pucolja, úgyhogy sok élettani jó hatása van, és itt legalább frisset kapunk, nem úgy, mint a rendes boltokban, a szupermarketekben. A magyar dinnyét könnyű felismerni. Az egyszínű sötétzöld fajtája ugyanis tipikusan hazánk gyümölcse. A keszthelyi városi piacon is ezekből a fajtákból válogathatnak az arra járók. Ezek a termékek Tolna megyéből származnak, Szedres nevű településről. Ez a híres cecei dinnye vidéktől egy kicsit délre található. Hát most, hogy jó idő van, az emberek mennek a strandra, azért sok dinnye elfogy. Úgyhogy erre nem lehet panasz. A jó dinnye pedig, hát én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy hol vásároljuk a dinnyét. Ez lehetőleg ugye termelőktől, vagy kisebb kereskedőktől, nagyobb boltokban annyira nem érdemes. A korábbi tapasztalatok szerint a dinnye szezon körülbelül augusztus 20-áig tartott, azonban a klímaváltozás miatt ez kitolódni látszik. Egyes felmérések szerint kedvező időjárás várható, így akár szeptemberig is kitarthat a gyümölcs.